Jászberényben továbbra is találhatunk kátyukkal tarkított útszakaszokat és ezzel párhuzamosan bosszankodó városlakókat, sofőröket. Harmadik kátyú körképünkben a jelenlegi aszfalt viszonyokról és a tervezett javításokról adunk hírt, melyek a városban található állami kezelésű utakat is érintik. 2017. januárjában és februárjában többször hírt adtunk a sok bosszúságot okozó kátyúkról, melyek az erős fagyok után az enyhülést követően számos helyen kirajzolódtak. Fontos különbséget tenni a Jászberényben található bel- és külterületi utak között. A városban 170 kilométernyi burkolt út van, és körülbelül 470 utca. Térkép segítségével bemutatjuk, mely útszakaszok tartoznak a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Kft. Tulajdonába. Piros színnel tüntettük fel a Magyar Közút Nonprofit Zrt., tehát az állam tulajdonában lévő utakat. Ilyen például a nagyforgalmú Rákóczi út és a Gyöngyösi út. Hol találkozik kátyúval? Hú, a Rákóczi út szörnyű. Kossuth Lajos út is. Gyöngyösi út, Rákóczi út. Gyöngyösi út, Pőtér. Úgyhogy elég nagy problémánk van, főleg ez a Gyöngyösi út, ugye az nagyon-nagyon rossz, szerintem panaszkodnak rá. Nagyon rossz a Rákóczi út. Rákóczi út és Gyöngyösi út. Ezt a két szakaszt jelölte meg a legtöbb megkérdezett. Szerkesztőségünk felkereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jászberényi mérnökségének vezetőjét, hogy tájékoztatást kapjunk az állami utak burkolatának javításáról. Burkolatjavításokat ütemezetten végezünk a megyében, így a járságban is. A beavatkozási sorrend főutak, kiemelt összekötő utak, illetve alsóbrendű mellékutak. Elmondta azt is, az állami utak foltozása folyamatos munkát jelent, melyet már januárban megkezdtek. Jászberényben a burkolatjavításokat két burkolatjavító brigád, két teherautó és átlag 6-7 fő szokta végezni. A burkolatjavításnak két módja van, hideg és meleg aszfaltos burkolás. Burkolatjavításnak a technológiája, körbevágják a kollégák egy speciális hézagvágó berendezéssel, ennek a mélysége általában 5-6 centi, illetve előfordulhat, hogy mélyebben is feljön, bontókalapáccsal a kollégák kitisztítják. Majd ezt követően az aszfalt konténerek segítségével megmelegítik a használt anyagot, és a felforrósodott állagú egyveleget egy 750 kg-os vibrohengerrel bedolgozzák a mélyedésekbe. A Rákóczi út körülbelül 1 kilométer hosszú. A 2017-ben keletkezett úthibákat az út nagy részén már befoltozták. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jászberényi mérnökség vezetője Sárosi Norbert elmondta, a következő hónapokban az alkalmazott munkások nagy erőfeszítésekkel dolgoznak azon, hogy a fennmaradt hibákat is kijavítsák. A városlakók nagy része elégedetlen a Gyöngyösi út burkolatával is. Falon a tárgyak remegnek, zörögnek, és ha ágy is valósággal remeg alattunk, úgyhogy borzasztó, repedeznek a falak, potyognak lefele, szóvalna. Kohári Istváni a Gyöngyösi úton lakik. Azt mondta, évek óta megkeseríti életét a háza előtt áthaladó gépjárműforgalom. Dísztárcsa, hány ilyet talált már a lakása előtt? Hát vagy 20-at. A ház előtt elhagyott dísztárcsák száma sokat sejtett a Gyöngyösi út állapotáról. A munkálatok már ott is folyamatban vannak. Ezek a felvételek még évelején készültek. A kátyúk vízzel teltek az olvadást követően, így azok mélységét meg sem lehetett határozni. Mostanra a gyalog átkelőhely körüli aszfalthibákat felszámolták. Az autósoknak már nem kell lassítaniuk. Sőt, hamarosan a postától egészen a Zagyva hídig felújítják a 32-es bevezető szakaszát is. Van egy igen komoly közutas útfejlesztés a Gyöngyösi út vonatkozásában várostáblától kezdődően be egészen a posta kereszteződésig vagy épületéig menően teljes szőnyegezés formájában. Ez mindenképp elő a lépés, de hát azért a problémák jéghegyének csak a csúcsa. Február elején Horgosi Zsoltot, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Kft. Vezérigazgatóját kérdeztük a városi utakon keletkezett kátyúkról. Elsődlegesen az úgynevezett ütőkátyúkat, tehát a nagy kiterjedésű, mély, élesszélű úthibákat fogjuk kijavítani ezzel a hideg aszfaltos technológiával. Tehát az ideiglenes megoldás jelentő javítási munkákat már télen elkezdték, a meleg aszfaltos időtálló eljárást a tervek szerint márciustól alkalmazhatják az aszfaltüzemek beindulását követően. A munkálatok tehát a városi és az állami utakat is tekintve javában folynak.
A JVV ZRT vezetősége és a Magyar Közút Nonprofit ZRT Jászberényi Mérnökség vezetője is további türelmet kérnek a városlakóktól.